Most pedig egy éles váltással nagy bulit varázsolnak ide a színpadra az elsősök és a nyolcadikosok. Egy közös produkcióban, melynek címe Passzol vissza tesó. Táncos előadások nem csak egyszerű tánc, hanem fontos üzenetet is hordoz. A Jane Goodall Intézet kezdeményezte azt az akciót, melynek során a védett fajok megóvásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Ez lenne a kampány része a Coldplay száma is, melyhez a majomtáncot kicsinyeink és nagyjaink együtt lejtik el önöknek. Felkészítő tanárok Törincsi Tína, Simon Gézáni és Szép Edina. Hello tesó! Remélem nem bánod, ha így szólítalak, hiszen génjeink több mint 99%-ban megegyeznek. Ebbe az alig 1%-nyi különbségbe tartozik például az is, hogy nekünk nincsen mobilunk, nektek pedig van. De azt tudjátok-e, hogy mibe kerül a mobilotok, és most nem a forintban kifejezett értékére gondolok. Az ezredfordulón kb. 1 millió mobiltelefon volt, 2018-ban már 5,1 milliárd, és ez a szám folyamatosan nő. Minden elektronikai termékhez szükség van a koltán nevű ércre, amely tantált, ónt, wolframot és aranyat tartalmaz. A bányászat mértéke 20 év alatt 10-szeresére nőtt. A világ koltán készletének 80%-a Afrikában van, főként a kongói bányákban. Kíváncsi vagy, hogy folyik ezekben a bányákban a kitermelés? Fegyverekkel kikényszerített rabszolga és gyerekmunkával. Napi 14-16 órányi munkabére, napi 1-3 dollár. Nincs munkavédelem vagy egészségügyi ellátás. Az élelmezést a helyi vadállatok leölésével oldják meg. A gorillák száma 2010-ben még 10 000 volt, ma már csak 500. Napjainkban a mobiltelefonoknak mindössze 7%-a kerül újrahasznosításra. Egy tonna mobiltelefonból 27 dekagram arany nyerhető vissza. Ez kevésnek tűnhet, de nekünk az életet jelentheti. Ezért kérlek tesó, passzold vissza a régi, rossz, megunt, már nem használt mobilodat. Itt talán az unokáid is láthatnak még gorillákat és csimpánzokat. Woo!